Köszöntöm a stúdióba Zimics Bélánét, a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselő jelöltjét itt Szentendrén, mégpedig a 10-es számú választókerületben. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és talán kezdjük a beszélgetést egy kis személyes bemutatkozással. Jó napot kívánok! Innen üdvözlöm a választókerületemnek a lakóit, és nagyon köszönöm, hogy lehetőségem van arra, hogy a Szentendrei TV-n bemutatkozhassam, mert valószínű, hogy a szórólapunk nem jut el mindenhova, mert a 10-es választókerület elég nagy, tehát fönn a hegyoldalon kevesebb szórólapot tudunk szétszórni. Úgyhogy ennyit előjáróban mondanék, amit magamról Zimics Bélánénak hívnak, a lánynevem Petrus Judit. Már elmúltam 50 éves, maradjunk ennyibe. Az iskoláimat, a gimnáziumot a Madách Imre gimnáziumban érettségiztem, utána egy kis idő múlva, egy-két éven belül felvettek a testnevelési főiskolára, ma már egyetem, és hála Istennek már önálló ismét. Elvégeztem a testnevelési egyetemet, attól kezdve az én életemre a sport volt a jellemző, tehát folyamatosan sportvonalon dolgoztam, nagyon sokáig versenyeztem, két sportágban is, kajakban is és evező sportágban is, és utána edzősködtem nagyon sokáig, mindkét sportágban edzősködtem, voltak is válogatott versenyzőim, amire mai napig nagyon büszke vagyok, illetve a versenyzőimre vagyok büszke. Mikor a 90-es évek elején sajnos szétesett a magyar sportmozgalom, előtte ugye 10 évig én az Országos Testnevelési Sporthivatalban dolgoztam, mint főmunkatárs, előtte egyesületekben is dolgoztam, nagyon sok egyesületben, közte a központi sportiskolában is. És mikor hát sajnos szétesett az államigazgatása a sportmozgalomnak, akkor nekem is váltanom kellett, és átkerültem a gyermekvédelembe. És a gyermekvédelemben még dolgoztam 12 évet, mindjárt tanácsadó. Onnan mentem végül is nyugdíjba. Miért döntött úgy, hogy indul a választáson, mint képviselőjelölt? Igen. 2009-ben úgy döntöttem, hogy most már el kell döntenem, hogy a politikai állásfoglalásom merre irányul, mert előtte egyetlen pártnak sem voltam soha tagja, tehát csak szakmai vonalon próbáltam érvényesülni, ami hála Istennek bizonyos fokig sikerült is. De akkor úgy gondoltam, hogy most már ki kell lépni, és végül is a Jobbiknak a programja tetszett a legjobban, és úgy gondoltam, hogy 2009-ben én belépek a Jobbikba, a Jobbik Magyarországi Mozgalomba itt Szentendrén, és 2010-ben már jelöltek is önkormányzati képviselőnek, és el is nyertem a képviselőjelölséget, illetve nem a jelölséget, hanem tehát képviselőjelölt lettem, és most 2014-ben ismét. Tehát tulajdonképpen az a politikai vonal, amit a Jobbik képvisel, azt én magaménak tudtam tenni, és ezért úgy gondoltam, hogy a Jobbik színeibe, nem mondom azt, hogy politizálok, de a Jobbik színeihez tartozom. Nagyon rövid már az időnk, talán 20 másodperc marad hátra, a terveiből, elképzeléseiből említene egy-kettőt, amit meg szeretne valósítani itt ebben a választókerületben. Miután ugye én a 10-es választókerületben lakom már 1967 óta, tehát ezt a területet én nagyon jól ismerem, és úgy gondoltam, hogy ennek a területnek a fejlesztése lenne az én igazi munkám, amit el kellene végezni,
és hát ebben természetesen belekapcsolódna a Dunai vízi élet is, amiért én már nagyon régóta harcolok itt Szentendrén, 1986 óta folyamatosan, de sajnos igazából előrelépést nem tudtam ebbe a kérdésbe elérni. Talán most, hogyha a sok egyéb probléma mellett, ami Szentendrén azért fölvetődik, kezdve a hévvégállomásnak a problémája valami engem nagyon zavar, és amit nagyon-nagyon fontos lenne most már végre a városnak rendbehozni, mert végül is az Szentendre kapuja, attól kezdve folyamatosan vannak problémák, de végül is az én választókerületemben, ami nagyon fontos lenne, az utakat kellene rendbehozni, mert ugye például a Mandula utca még mindig nincs lebetonozva, hatalmas kártyuk vannak, és folytathatnám tovább, de miután tovább sajnos lejárt nem az sikerül. Igen. Hát ezért. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban önnek is. Na, én is nagyon köszönöm, és bízom benne, hogy a polgároknak szimpatikus vagyok, és rám szavaznak. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.